mutatni valami szépet, valami igazán gyönyörűt. Jaj, de szép! A karácsonyi fényeinket. És a macskalábnyomokat az autón. Ami a Magdikának a macskájának a lábai, nyomai. Ezt jól megmondtam. Magdikának a macskájának a lábnyomai. Nem, a hurkának nem ilyen koszosak. No, hazatértünk, és akkor. Egy része itt van a karácsonyi dekorációnak. Nem tudom, hogy mikor fogjuk ezeket tudni kitenni. Most mindenképpen meg kellene csinálni a koszorút, tehát most minden erőmben ezen vagyok, hogy jaj, legyen meg a koszorúhoz az alapanyag, ezeket még a tavalyi díszeink. Jó, és majd ezeket megcsinálhatjátok. Na majd akkor itt kell, ó, de jó, na itt vannak a jók, igen. Csomót kiválogattam. Másfél ilyen nagy doboznyit, amire már nincsen szükségünk. Úgyhogy majd azt szerintem jövő héten le fogom fotózni. Úr, Lizám, ezt kiteszed? Ezt tett ki ezt a hintalomat valahova, de nem tudom hova. Most a Laci behozta az összes díszt, amiben vannak ilyen világítóink, már oda feltette. Igen, nagyon szép. Ezt is oda kirakta, hogy hát advent első vasárnapja van ma, úgyhogy ti valószínűleg késve fogjátok látni ezt a vlogot. Van itt, mi ez? Ez egy gyurma kellékek. Mindenfélek van itt. De szerintem a fő dolgok azok ebben vannak. Igen. Masnik. Aha. Ott is van világítás is még. Na. Nézzük. Konyharuha. Jó, Liza, majd ezt is összerakjuk. Csücsülj, lefáradtatok? Jó volt a táncin? Főpróba. Ez így, ezt így majd akkor fel kell díszíteni. Jó, ezt is. Lefáradtatok? Van itt egy kéztörlő. Igen, manós kéztörlő. Szuper, ez majd a konyhába tök jó lesz. Ez is a konyhába tök jó lesz. Na, Lizám, hol van az, amit anya keres? Vajon hol van? Édes babókám, lecsücsültél. Na, majd keressünk jó azt, hogy jelentkezünk, ha megtaláltuk a számításainkat. Hát én még nem tudom, Liza, hogy hol vannak. Na, előszedtünk mindent, amink van. Ezt még nem is tudom, még mikor ez, pár év alatt. Ez tavaly volt? Tavaly kaptuk, aha. Csak már későn, ugye? Már nagyon későn lett, megszegye ilyen koszorú alapot, egy ilyen teljes ilyen szett volt, ez volt benne, a Laci a munkahelyétől kapta karácsonyra. De ez is a karácsonyra, miért kaptad ezt karácsonyra? Karácsonyra, szerintem az ötöző volt a Mikulás elnék, csak hát nem. Na de Mikulásra már te hova raksz izét, adventi gyertyákat? Mikulásra szülyeség. Akkor már most is rég megvan az idei. De Alex, te mit hautázol annyira? Na, és akkor ez volt hozzá egy ilyen kis, teljes ilyen kis DIY kit. Ami egy ilyen kézműves kis csomag volt hozzá. Ezen itt felhúztam magam, hogy ez így belenyúltam. Ez így kiállt, mert ez az egész. Ez egy, ebben volt benne. És ugye nem tudtuk, hogy mi van. Tehát fogalmunk sem volt, hogy mi van. És belenyúl a gyerek. És így beleáll a kezébe, úgyhogy erre így megsértődtem, hogy én ebbe belenyúltam és megszúrt, úgyhogy ezt így, ahogy volt, el is tettük tavaly. De most elővettük, igaz, Iza? És most fogjuk akkor megcsinálni. Találtam 3 darab fehér gyertyát, úgyhogy... Hát nem tudom. De ha kell alá valami, majd tudod, vagy nem. Még sosem csináltam ilyen adventi koszorút. Szeretünk a Lizával kézműveskedni, de ilyet még nem csináltunk, úgyhogy amik itt vannak, mondjuk ez egy hintarúval szép lesz. Akkor mit találtam még? Találtam egy ilyen gyertyát, ezt nem tudom, látom a tenni, de ez nagyon cukinak tűnik, ezt mindenki bontom, ez de aranyos. Na, Liza, ez lesz a fő gyertyánk, és akkor lesz itt mellette 3 másik, szerintem ez így jó lesz.
Itt a többiek itt közben játszanak, meg a maradék karácsonyi díszek még ott vannak, úgyhogy találtam ilyen masnikat, amit ugye a fára szoktunk tenni, ilyen kis, ez is tök jó. Úgy szeretem az ilyen autót, ami visz egy ilyen fát, ezeket a díszeket. Na jó, meg egy manóhadsereget találtam még itt elrakva. Szerintem ez Aldis, pár éve Aldiban vettük, úgyhogy abból egyet ki fogok venni. És valamit itt a Lizával megpróbálunk itt összehozni ma estére. Elkészültünk? Igen. Főnök, szép lett? Igen. Na hát nem mondom, hogy innentől koszorúgyártásba kezdünk, minden itthon felelhető alapanyagot felhasználtunk. Apa. Nagyon szép lett. Apa, gyertya van előtt? Igen. Nem. Ez nem gyertya, ez dísz, ne csináld már, nem volt, nem gyújtjuk meg őket. Minden évben ezt eljátszik. Tudom, hogy csak cukkolsz minket. Ott van a négy gyertya, tessék, kicsit megsárgultak, hát ilyen volt itthon. Itt ide is tettünk négy hitelet. Igen, Ali, te is megnézed, édeske. Na, mindent szépen. Na gyere! Nem tudom, hogy megyem neki valamit megfogni. Na! Szép! Itt egy laptop, és egy olló volt a Playmobilban, nagyon picike. Kis tuki, mert fel kell maticázni. Ez volt a fiúsban. És jön a lányos. Na mutasd, van a hármas. Tudod, hogy kinyissad? Mit? Úristen, mekkora. Az igen. Ez már egy drága kő. Az szép. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen, mindjárt Alexot oda megy, mindjárt. Jó, ezt visszarakhatom? Milyen volt a csoki? Jó. Jó volt? Na jó van akkor. Itt kinyílt a hármas. Tessék, ezt rakhatom. Hát majd akkor később, jó? Most még itt lent. Lefényíted az ablakot. Ó, apa! Liza betörte az ablakot. Húzhatod? Neked mi van ma benne? Valami kutyatányér. Egy laptop. Neked is laptop van? És van még itt más. Mutasd! Mi ez, Liza? Én nem tudom, Liza. Szerintem ez egy paletta. Szerintem ez egy... Nem tudom. Nem, ez egy ecset. Szerintem ez egy paletta a sminkasztalodhoz. Egy paletta valószínűleg. Nem laptop, hanem ez egy festékpaletta. Meg rúzs, szerintem. De jó, és ki is nyílik. Drága kő, igen, drága az a kő, de cuki vagy. Drága az a kő. Önnek egy laptopot. Zudik, ember, rakod a laptopot? Az ollót. Az asztalra, meg az ollót. Tegyétek be, hát a papírházasban van, az fölül van, és oda tegyétek be az ollót, az asztalra, meg a laptopot. Neked jön a kavics? Hú, ezt nehéz kinyitni. Na, ki is nyitod? Ez volt most az én adventi kalenderim. Azért hagyom csak ezt itt, vagy azért vettem elő,
Ugye ebben vannak az ervikes kalendáriumomból. Ide gyűjtöm a gyertyákat. Az adventi kalendáriumra kivettünk egy párat, ilyen sima fehér mécses, de végül is nem azt tettünk rá. Úgyhogy meggyűjtöm a mait, ez volt a tegnapi. Meggyűjtöm a mait. És annyira finom illata volt. Az egész nappal itt belekt, ezek még tavaly egy gyertyák, ezeket így meggyűjtöttem, hogy végül is ne vesszenek kárba, úgyhogy most itt ég minden. És akkor meggyújtjuk a mai elsőt. Liza, jössz? Gyere! A Máriós! Ez nagyon menő! De én kis tettem! Roger megnyomott egy gombot, és a nappali csodák csodája varázslatos fénybe borult. A karácsonyi készülődés határozottan különlegesnek bizonyult. Pongo és Perdita, miközben lefektették kicsinyeiket a kosaraikba, elmesélték nekik, miért készülődnek a gazdáik ilyen örömmel a karácsonyra. A két lábú teremtmények, amilyenek Roger és Anita is, ilyenkor fejezik ki egymás előtt és a rokonaik számára az összetartozásukat. Sziasztok! Hétfő délután van, és most jutottam el, most ma délelőtt arra a pontra, hogy valahogy úgy érzem, hogy úgy kezdenek a kezemből így valahogy így kicsúszni a dolgok. Szóval, hogy a december első fele most valahogy annyira ilyen stresszes lett így nekem. Nekem, mint egy maximalista embernek, aki szeretné a maximumot adni a gyerekeknek, meg úgy minden úgy kerek legyen, és olyan szép egész legyen. Valahogy úgy érzem, hogy már úgy túl stresszelem ezt az egészet, és már folyamatosan fáj a fejem, itt középen, és már van gyomorkörcsöm van, és nem tudom, tehát, hogy akaratomon kívül érzem azt, hogy ezt a karácsonyt, meg Mikulást, meg tehát, hogy úgy mindent így körülötte kezdek túl stresszelni. Biztosan sokatokkal ugyanez így megesik, de inkább ugye a 24-e és környékén az őrült hajtás, hogy megvan-e minden ajándék, megvan-e minden kajához a hozzávaló, készen lesznek a kaják meg, és az olyan, értitek? És valahogy most úgy jöttek ki ezek a napok, hogy legyen meg a szép környezet így térre, így az advent első vasárnapjára, illetve december 1-ére, hogy valahogy úgy annyira, nem is tudom, tehát úgy érzem, hogy úgy én egymagam szerettem volna mindent így megteremteni nekünk, és valahogy azt érzem, hogy így mindent annyira gölcsösen akarok, hogy már szinte ezért esik ki a kezemből minden. Na mindegy, ez nehéz így átadni, csak meg ezt én nem is veszitek valószínűleg észre, mert a vlogokat vágom folyamatosan ugye nektek, és úgy el vannak csúszva a napok, meg hogy lehet, hogy mit tudom én, két vlogmas részben kerül föl egy napi mondandóm, és ebből ezt így nem veszitek észre, viszont a konkrét nap, amikor mit tudom én, majd most jön a Mikulás, meg na azzal is, azt nem látjátok majd, hogy azt termeket nem is nagyon akarom. De most már így kénytelen vagyok elmondani, hogy egy kicsit nálam is most ez előfordult, hogy egyszerűen három felé, plusz még az állatok, meg még egyéb teendők, meg vannak problémáink is, szóval, hogy úgy annyi felé kell figyelnem, hogy egyszerűen már képtelen vagyok mindenben maximálisan részt venni, és éppen ezért például mondjuk most Alexnek az iskolájával kapcsolatban is egy dologban, egy kampányban nem vettem részt. És nem csak azért nem vettem részt ebben, mert nem értek az a dolgokkal 100%-osan egyet, hanem azért is, mert már kapacitásomon annyira kívül esett, hogy már inkább bele se fogtam, hanem majd a következő kampányban, ami viszont már teljesen az én asztalom lesz, abban már én is fogok szerepelni.
Szóval, és én nem szeretnék ezzel így másokat, mit tudom, ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, megmenteni, vagy azt hiszik, hogy engem ez nem érdekel, vagy értitek. Úgyhogy akarok mondani, szóval a megfelelő csatornákra ezt megpróbálom ezt közvetíteni, csak nem biztos, hogy ez időben sikerül, és jaj, ezt nagyon bonyolult elmondani. Szóval, mindig az itt, amiért feljöttem ide Noéhoz, azért, hogy a kifi egy részt, elővettem neki így ezeket a kis műtújumaciait. Na most ez nem túl fontos, meg hát meglennénk a műtújumacik nélkül is, csak megígértem neki, hogy kifogom őket ugye Mikulás előtt tenni, amiket ugye tavaly nagyon sokat így egy kis karácsonyi témában sikerült, tök jó áll van a hádában beszélni, és itt van az egérke is, ez nem. Szóval ezeket én régen gyűjtöttem, és nekem is nagyon-nagyon kedves emlékem fűződik hozzá. Úgyhogy nem is tudom hová, tudom őket, valahol van, így mindjárt így ki fogom őket pakolászni, ahova így el fognak férni, csak hát ugye itt vannak a kincsei is. Na, és nem, én nem is ez, ez lényegtelen. Igazából már úgy is megmutatom a végeredményt, de Noé, hogy fog neki örülni. Azért jelentkeztem most így be, hogy ma délután nagyon-nagyon kell a druk Noénak. Megyünk ma a hát konkrétan a kiválasztott iskolába, amit ajánlott a logopédus neki, így a környéken, tehát ez Török Bálinton van egyébként az iskola, tehát hogy nem érdem semmi, érdem nulla. Noénak van egy SNI kódja, egyelőre nem tudjuk, hogy mi a konkrét baj vele, tehát hogy mit, ADHD vagy mit, nem tudom, nem tudjuk, tehát nem akarok találgatni, annyit tudunk, hogy egy picikét lassabban csinál dolgokat, lassabban reagál feladatokra, picikét, hát hogyha igen, hogyha ezt így meg kellene fogalmaznom úgy egyszerűen, akkor azt tudnám, hogy egy picit lassabban ért meg dolgokat, és lassabban csinál meg dolgokat, megcsinál, de segítséged és lassabban, szóval kértünk időpontot, ugye a pszichológushoz kell őt vinni, őnek ez azt talált az autizmus, meg a ADHD, meg figyelemzavarás, stb. Ez egy gyermekpszichológusnak a szakterülete, és akkor ő fog tudni adni neki majd egy konkrét kódot, amivel majd iskolát lehet keresni. Viszont az a helyzet, hogy novemberben kértünk időpontot, akkor adta beutalót a házi orvos, akkor volt a státuszvizsgálat a Noénak, és februárra kaptunk időpontot. És márciusban van az iskolákban a beiratkozás, és azt tudjuk már, hogy ezzel az SNI kóddal, tehát hogy alapjáraton egy SNI-s gyereket, sajátos nevelésű igényű gyereket nem tudsz bármilyen iskolába, bármelyikbe beiratni, még a körzetesben, ahova kötelesek lennének felvenni, sem tudod beiratni. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy végignéztünk rengeteg iskolát, ajánlott az Alexnek a gyógypedagógusa is egy iskolát, hogy ő egyetlen egy helyre vinni el Adolf iskolába Noét, ahova az ő kisfiát, aki ADHD-s is annó beíratta. Ő a magyar iskolarendszerbe segít, még egy épp teljesen egészséges fejlődésű gyermeket sem iratna be ebbe a versenyisterabba, ami jelenleg folyik az országban, mivel teljesen egyetértek, viszont azért az embernek meg vannak kötve a dolgai, szóval értitek. És megkerestük ezt a Waldorf iskolát, ami egyébként Budaörsön lett volna, ami ugye közel van, így hát viszonylag közel, tehát hogy értitek, na nem 300 kilométerre tőlünk, és természetesen nem fogadnak már nagyon így új elsősöket, mert elsőbséget élveznek, aki mit tudom én a kerületben lakik, elsőbséget élveznek, a testvérem már oda jár, aki oda jár iskola előkészítőre, már mit tudom én mióta, oda jár robotába, igen, a vadolfozásokat teszik fel elsőnek, és körülbelül 6 darab hely van ebben az iskolában, tehát hogy, és esenést nem vesznek, oda sem jelennek fel, úgyhogy nem nyert. És akkor Noénak a logopédus ajánlott egyetlen egy iskolát tudott javasolni, nekünk ezt a Török Bálintit, ami egy alapítványi iskola, és volt a Laci, megnézte, 2 hete volt, meg lehetett nézni egy órát, lehetett kérdezni az igazgató hölgytől,
Úgyhogy most pedig a gyereknek van jelenése mai napon. Az elsősöknek van itt jelenése, akik szeretnének ide ebbe az iskolába járni. És meghatározott számú esen is gyereket vesznek itt is, mert hogyha csak azt venjenek föl, nyilván akkor egy osztály ugye abból állna, mondjuk 15-20 fő, maximum annyi az osztály létszám, ugye, ezek az alapítványi iskolákban. Hogyha csak abból állnak, akkor széthullana a csoport, és nem tudnának haladni ugye a tananyaggal. Úgyhogy ennek is maximalizálva van a létszáma. És az a lényeg, hogy a Noénak ma meg fogják nézni Noét, hogy mennyire tudnának vele együttműködni. Most esen és kottól függetlenül, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy nem eleve azt mondják, hogy no, nem jössz ide, hanem azt mondják, hogy gyere, megnézzünk téged, megnézzük, hogy különböző feladatokban, különböző helyzetekben hogyan reagálsz, és akkor utána lehet menni a második lépcsőre menni. Ez egy ilyen csoportos dolog lesz. Itt most sok gyereket behívtak, hogy akik érdeklődnek az iskola iránt, és akkor majd ennek van egy másik, tehát hogy kettő ilyen dátum volt megadva, mi a mai napra jelentkeztünk. Úgyhogy Noénak ma nagyon úgymond toppon kell lennie, úgy agyilag, és igazából szerintem nincs vele ilyen gond, tehát ilyen környezetben ő, mint egy kis angyal leül, nagyon-nagyon kíváncsi, és nagyon sok kérdése van, és nagyon feladat éhes szerintem ilyen környezetben, tehát, hogy úgy, hogyha őt így látnád a mindennapokban, vagy így látnád, mit tudom én, elsőre irányézel, semmit nem veszel rajta észre, hogy ő nem átlagos gyerkőc, úgyhogy szerintem, hát én nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a lépcsőt meg fogja ugorni, és hogy oda tud egyáltalán. Tehát ugye 4 órára megyünk, és hát azért előtte van egy óvis nap, meg mit tudom én, szóval, hogy egyetek azért remélem, hogy fog tudni valamennyire koncentrálni, és tudja majd ezt a napot teljesíteni. Úgyhogy ez iszonyat fontos lesz nekünk ez az 1 óra, 4 órától kezdve ma, így hétfő délután, úgyhogy hát onnan nem se kell görfölni a lábam is, az a gyomrom és mindenem, szóval ha ide nem tudunk bekerülni, akkor ott tartunk, hogy akkor hova? Tehát, hogy a tankerület nem tud neki kijelölni mit, a szakszolgálat nem tud neki kijelölni mit, ami mind a kettőnek az asztalon lenne, nem tudnak mit kijelölni. Keressen. Tehát az volt a feladatunk az előző ilyen felmérésen másfél éve, vagy nem is tudom, hogy voltunk, hogy abban másfél éve voltunk, hogy anyukapokat tessék menni házalni, és megkérdezni, hogy ezzel az esténik oda beveszik az iskolába. Tehát, hogy abszolút átadták nekünk a labdát, hogy old meg. Ők nem tudnak segíteni. Szóval senkinek nem kívánom ezt a helyzetet. Hogy egyszerűen itt állsz, és akkor ugyan most, akkor most hova menjél? Vagy hova vigyed? Indulhatunk iskolába. Hogy áll a sapit, Manó? Hogy áll a kis sapit, Husika? Narizát itt hagytuk az óviban, ugye? Hát itt hagytuk. Ugye jönnek érte Magdikájék, de mi viszont másik irányba megyünk, teljesen másfelé, úgyhogy irány az iskola! Ez a tornaterem, már elmentek a gyerekek. Már mindenki elment, most mi vagyunk az elsők. És miért mennek el a gyerekek? Hát hazamentek. Már vége van az iskolának, most csak mi jöttünk ide megnézni az iskolát. Ugye jönnek majd a többiek, gondolom. Csak nem mi egyetlen jelentkeztünk ide. Többiek múltkor megijedtek. Csak te nem. Itt voltak. Tessék? Itt voltak. Hát anyukák, vagy apukák jöttek, igen. Na jó, hát akkor várakozunk. Még van 15 óra, mi vagyunk az elsők. Mi nagyon akarunk ide jönni. Itt jön a meleg, szerintem ebből itt jön a meleg, talán be van dugva. Aha, itt jön, csak ne dölj neki, de itt... Oh, lábad! Hoppá, mit teresek? Meleg, igen. Ott lehet melegedni mellette. Igen? Na jó, van, akkor várakozunk. Hát, akit érdekel az iskola? Na, megjöttünk a Tesco-ba, Noét elvisszük Magdikához. Mi most együtt van a kis csapat nála.
Mi van most itt nagyjából egy órácskánk. A suliban minden rendben volt, nagyon ügyes volt, nagyon visszakadóak vagyunk, úgyhogy kicsit megnyugodtam. Úgyhogy holnap vissza kell jelezni telefonon, hogy szeretnénk-e, hogy ide járjon Noé, és akkor utána majd mondják a további teendőket, de az egyik, hogy visszakadóak vagyunk. Na most viszont jövünk a Tesco-ba, mert a Mikulás csak ikor 50% leárazás van. Nagyon kedves nézőnk írt nekem, szintén aki a kalendáriumot is jelezte, szólt nekem, hogy nézzük meg a csokikat, úgyhogy elhoztunk titeket, és akkor megnézzük, hogy mik vannak itt most leárazva. Bocsi csoki. Nagyon jó áron van, minden 50. Összes ilyen kis Mikulás kurás le van árazva. Most sokan vannak. A bödre is. Lint. Jó. Nagyot, aha. Hozzá hát. Ezt szoktuk fejbe grízbe, meg mindenféle ilyesmibe belereszelni, úgyhogy a kicsikék is, nézd, csak a kis aprókát is hozhatunk. Az is le van 749-re. Na, hozunk akkor. Beletesszük kis csomagokba, meg ide-oda. A maci nincs leárazva. Jó? Megnézzük, mindjárt többi, csak elég sokan értelemszerűen mászkálnak itt. A boci Mikulás esetleg ilyet ágnyáskájuknak. De mi van amúgy? Egy csoki, vagy inkább mi válogassuk össze? Elkészem. Inkább mi? Jó. Nem rendszeres. Adászcsuk. Itt még van KitKat. Smarties-os. Keressük el. Itt van valami Kids Box. Csak itt keresem. A Kinder sajnos már elfogyott. Megkeresem azt, amilyek a csokit, ami az a selection, tehát hogy többféle van összeválogatva, majd elmondom, hogy mire gondolok, vagy miért, ha megtalálom, az 2200 forint most. Pont nem találom azt, amilyen válogatás, majd elmondom, hogy mit szeretnék, és kinek. Egyelőre nem találom. Na, megtaláltam ezt a Mixed Candies. Megtaláltam nekik, úgyhogy itt egy ajándékunk. Vele vannak árazva a karácsonyi díszek is. Itt van Lisa. Itt meg itt van Magdika. Na. De jó ez. Ezért nagy szesz 9 forint, tök jó. Jó töré. Itt is mindenféle le van árazva. Van itt felni is 50%. Jó. Van itt jelmez mappa, azt hittem, hogy a felni 90%-a van leárazva.
Visszamegyek oda a karácsonyi részlegre. Takarók is. Még így is elég drágák azért. Ez nagyon cuki. Vettem egy ilyen, vagy veszek egy ilyen házikót, ezt is tök jól lehet díszíteni. Jaj, de cuki! Nem tudom, hogy mézes karácsügyileg. De helyes! Itt minden legó, mennyivel van? Itt is 30%-kal vannak leárazva. Jó, azért az árukereső, nézzétek meg itt a Tesco-ban az árukat, vagy... Azért érdemes megnézegetni. Nem feltétlenül olcsóbb, lehet, hogy... Na, szóval értitek, mit akarok mondani? Lehetnek itt komoly árbeli eltérések. De azért egész jónak tűnnek. Ez melyik? Ez te jó, ez melyik? Pán Péteres, de jó, hát ez nagyon jó. Ezeket nagyon szeretem, ezeket a könyveket. Ez tök jó. Ez nagyon jó. Na jó, szóval a Lego 30%-kal, meg a duplók is. Itt vannak, hát itt vagyunk egy másik Tesco-ba, itt vannak. Milka Mikulás, rengeteg leárazva. Ilyen Smarties-os is van. Ebben mi van? Megnézem. Smarties-ok. Ez is 50%. Rengeteg le van árazva. Ezek a kis zoknik is le vannak. Milka zoknik. Van nagyobb Mikulás is. Kicsi szólt, akkor vannak ilyen milkák is. Ilyen milka csomag leárazva. Rengeteg kicsi Mikulás is van. Nincs Mikulás. Az áron is jönnek valamit. Ennyi. Szerintem ennyi. Szaloncuklak vannak mindig, meg játékok.